Vizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal, mert több nagy bolthálózat is jelentősen emelte az alapvető élelmiszerek árát a kötelező akciózás megszűnése után. A Nemzetgazdasági Minisztérium az online árfigyelő alapján azt közölte, többek között a Finomliszt, a 2,8%-os UHT-tej és a cukor árát is egyszerre és nagy mértékben emelték. A Lisztnél ez több helyen elérte a 100%-ot. Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője az M1-en azt mondta, van mit vizsgálni. Heves esőzések okoztak pusztító áradásokat Indiában, Bangladesben és Szudánban. A természeti csapásnak mindhárom országban vannak áldozatai, és tömegeknek kellett elhagyniuk az otthonaikat. India utcáin csónakokkal mentik az embereket, Szudánban pedig egész falvakat söpört el az ár. Szinte teljesen ellepte az árvíz ezt a falut Indiában, csónakokkal mentik az otthonaikban ragadt civileket a hatóságok. A világ legnépesebb országának északnyugati részén és Pakisztán partvidékén a heves esőzéseket követően pusztítanak az áradások. Csónakokat használunk, hogy mindenkit kimentsünk. Biztonságos menedékhelyekre szállítjuk az embereket. Néhányan még mindig az otthonaikban ragadtak, de őket is ki fogjuk menteni, mondta az egyik falu vezetője. A víz alá került utcákon csónakok nélkül szinte lehetetlen a közlekedés, emiatt sokan napok óta nem tudnak dolgozni. A lakosság jelentős része attól tart, hogy ha túl is éri a katasztrófát, semmi sem marad. Én riksa vezető vagyok, dolgoznom kell minden nap, hogy ételt tudjak tenni a családom asztalára. A riksámat viszont a múlt hét óta nem tudom használni. Mit tegyek? Mit tegyünk? Mondta egy elkeseredett férfi. Nem sokkal jobb a helyzet India fővárosában Új-Delhiben sem. A szinte állandó torlódás mellett csak tetézi a gondokat a térdig érő víz. Egy bankban dolgozom, de egyszerűen nem tudok odajutni, mert nincs csatornarendszer, ami elvezetni a vizet, mondta egy Új-Delhi férfi. Az áradásoknak csak ezen a héten csak nem 30 halálos áldozata van Indiában. A térségből már több mint 18 ezer embert evakuáltak. A lakosság a következő napokban viszont fellélegezhet, a pusztító vihar ugyanis várhatóan eltávolodik a partoktól. Traktorral vontatják a túlzsúfolt kocsit, amivel Bangladesben mentik a lakosságot. Az Indiával szomszédos országban is áradásokat okoztak a heves esőzések, amik már több mint 50 ember halálát okozták. A több mint egy hete pusztító árvizek milliók életét nehezítik meg. Míg Indiában és Bangladesben gyakoriak a monszunok és az áradások, Szudánban annál szokatlanabbnak számítanak. Az Afrika északi részén, Egyiptomtól délre fekvő ország jelentős részét ugyanis a Szahara teszi ki. Az elmúlt napokban azonban heves esőzéseket követően árhullám söpört végig a fejletlen állam északi felén. A természeti csapás teljes falvakat tett a földdel egyenlővé, legalább 31 ember meghalt. Ahogy önök is láthatják, az áradás okozta károk igen súlyosak. A falu legtöbb háza összeomlott, az emberek az utcákon alszanak, és a helyzet nagyon rossz, mondta egy szudáni férfi. A megsemmisült falvakból sokan biztonságosabb területek felé indultak. Karavánokba gyűlve vágtak neki az útnak az emberek, több mint 100 000-en kényszerültek elhagyni otthonaikat. Az áradás nem csak a házakat, de a termést is elpusztította. Így a világ egyik legszegényebb országában sokan nem csak lakhelyüket vesztették el, de az éhezés is fenyegeti őket.